Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket! Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott, útközben tanított a városokban és a falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle, Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Ő így válaszolt, törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. Kedves tévénézők, kedves testvérek! Jézus ismételten emlegette az atya irgalmát. Ismételten az ember iránt rámutatott szeretetéről beszél. Felmerülhetett a kérdés, hogy sokan vagy kevesen üdvözülnek-e. Az írástudók és a farizeusok véleménye az volt, hogy az üdvösség csak a mózesi törvény aprólékos megtartásával érhető el. Ezért a pogányok és a tudatlanok eleve ki vannak zárva belőle. Jézus a számokkal kapcsolatban nem ad egyenes választ, hanem az üdvösség feltételét hangsúlyozza. Ne elméleti kérdést feszegessenek, hanem igyekezzenek bejutni oda azzal, hogy megteszik Isten akaratát. Kedves testvérek, nekünk is ez a feladatunk, megtenni az Isten akaratát, mert az Isten hűséges, és megtartja, amit ő ígért. Amen.